Híradónkban már többször foglalkoztunk a hányatott sorsú Szabó Nándorral, aki előbb lábtörést szenvedett edzésen, majd műteni kellett manduláját és az egyik őrlőfogát is. És többször foglalkoztunk már a Szabó távollétében válogatott kerettaggá előlépett Vecsernyi és Dáviddal is, aki megjárta a kínai világbajnokságot, igaz tartalékként. Ezúttal kettejükkel közösen foglalkozunk, hisz az olimpia árnyékában ők is elkezdték a felkészülést az őszi versenyszezonra. Most kezdtem éppen a felkészülést a hetekben. Volt előtte egy két hetes szünetem. Jól esett ez a pihenő, így a műtétek után igazából volt két versenyem, de még nem voltam igazi csúcsformába, de úgy érzem, hogy ez a két hét ez így kellett ahhoz, hogy kellő lendületet szerezzek a nyári felkészüléshez, ami után majd megfelelően tudok versenyezni ősszel. Alapozó, monoton munkát végeznek a napokban, hasizom és lábizom fejlesztés, támaszerősítés, hogy visszatérjen az erő és az állóképesség. A friss diplomás Szabó célja, hogy újra meghatározó tagja legyen a válogatottnak, ehhez az előttünk álló ősszel jól kell teljesítenie. Szeptemberben a szombathelyi Tornász Grand Prix-en, azaz világkupán, és az ősz második felében a mesterfokú bajnokságon, ahol ezúttal is egyéni versenyzőként képviselik Győrt Vecsernyéssel, mert csapatot nem tudnának kiállítani.